A Nagydorogi Várta Íjász Egyesület fiatal tagjai az elmúlt időszakban számos regionális és országos bajnokságon is eredményesen szerepeltek, mondta Horvátné Buják Ilona, az egyesület edzője. A tavalyi évben a gyerekekkel az íjászatban nagyon sok szakágban megmérettettük őket. A terem íjász bajnokságban tavaly a Bonyai Andráska, illetve a Somogyi Tamáska nagyon jó eredményt ért el fiúként. Az András első helyezést ért el, tehát országos bajnoki címet szerzett, a Tamáska pedig második helyezést ért el, valamint Somogyi Eszter ugyanebben a teremversenysorozatban második helyezést ért el. A nyári szezonban a pályaíjászaton a Diákolimpián mérettettük meg a gyerekeket, így szintén a Bonyai Andráska Diákolimpia bajnok lett. A Horváth Nóra Eszter lány kategóriában a Diákolimpián harmadik helyezést ért el. Ezután elkezdődött a 3D versenysorozat, ami a régió belül zajlott le. Itt régiós bajnoki címet szerzett Horváth Norbert Gergő, Horváth Nóra Eszter, illetve Bonyai András is gyerekként, valamint felnőttként Horvátné Buják Ilona szerzett bajnoki címet, és Sümegi Csaba. Az ősz folyamán még részt vettünk a történelmi országos bajnoki, illetve a nemzeti bajnoki versenysorozatban, ahol országos bajnoki címet szerzett Horváth Nóra Eszter, országos bajnoki címet szerzett Horváth Norbert Gergő, illetve felnőtt kategóriában Horvátné Buják Ilona, valamint a nemzeti bajnokságban nemzeti bajnoki címet szerzett Horváth Nóra Eszter, nemzeti bajnoki második helyezést ért el Horváth Norbert Gergő, és felnőttként szintén nemzeti bajnok lett Horvátné Buják Ilona. A téli szezonban újra a terembe mentünk vissza, és ismét nagyon jó eredményeket értek el a gyerekek. Országos bajnoki címet szerzett az idei téli szezonban Somogyi Tamás, illetve Bonyai Zsolt, ő már ifiként, tehát felnőtt távot lőve lőtte meg ezt a címet, és országos harmadik helyezést érte Horvátné Buják Ilona, valamint egy új országos csúcsot sikerült lőni a Dél-Dunántúli régiós kvalifikációs fordulóba, feldőtt női vadászreflex kategóriában. Jelen pillanatban 58 tagunk van, jelentős része gyerek, én magam 22 gyerkőcöt edzek, és szeretnénk, hogyha ezek közül a gyerekek közül minél többen az idei évben Magyarországon megrendezésre kerülő világbajnokságra eljuthatnának. Nagyon jó eredményeket érnek el, mint az előbb is említettem, országos szinten is, tehát lenne esélyük abba, hogy a világbajnokságon is kellő helyen szerepeljenek. A teremverseny sorozatban táblára lőnek, minden korosztálynak megvan a megfelelő méretű céltábla, amire lőnek. A gyerekek 80-as céltáblára lőnek, tehát 80x80-as. 10 pont a legtöbb, amit el lehet érni, 1 pont a legkevesebb. 60 lövést adnak le, tehát nagyon nagy erőfeszítés szükséges a gyerekeknek ahhoz, hogy ezt végig tudják lőni. Egészen kadettkorban van egy nagy váltás, mert addig 10 méterre lőnek. Kadettkorban, ami azt jelenti, hogy 15 évesen, 40x40-es lőlapra lőnek, és 18 méterre. Tehát itt mind a táv, mind a lőlap mérete is változik. És ez felnőttként is így van, tehát felnőttként is a 40-es lőlapra lövünk, illetve akik csigás és olimpiai íjjal lőnek, azoknak egy szűkített úgynevezett szemafor lőlapra kell lőni, ugyanúgy 60 lövés, és ugyanaz a pontozása, tehát 10-től lefele. Mi az egyesület távlati célja? Hát rövid távon az, hogy támogatókat gyűjtsünk ahhoz, hogy a világbajnokságon a gyerekeket indítani tudjuk, mivel egy technikai sport, tehát maga a nevezési díj is egy elég húzós összeget képvisel, és mint közhasznú egyesület számunkra sajnos nem áll rendelkezésre az az összeg, amivel a gyerekeket támogathatnánk abban, hogy a világbajnokságon részt vehessenek, illetve hosszú távon szeretnénk olyan
sportszakköröket létesíteni, akár Nagydorogon is és Györkönyben is, mondjuk Györkönyben már működik, ahol én edzem a gyerekeket, akár iskolai keretek között is működhetne ez a dolog. Ehhez persze megfelelő felszerelésre van szükség, ami szintén anyagi vonzattal jár.